A cibakházi ikeringatlan kigyulladt részét tárolónak használták, benne építkezéshez használt eszközök és egyéb berendezési tárgyak voltak. Az ingatlan életvitelszerűen nem volt lakott, abban építkezéshez használt anyagokat, illetve egyéb berendezési tárgyakat is használtak. A lángok átterjedtek a födém, illetve a tetőszerkezetre, valamint az épület elé épített nagyjából 20 négyzetméteres előtetőre is. A Kunszentmártoni és a Szolnoki hivatásos, valamint a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 5 vízsugárral fékezték meg a lángokat, illetve megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen az ikerház másik, egyébként lakott lakására is. A tűzoltók a beavatkozás során egy gázpalackot, illetve egy gázlámpát hoztak ki az égő ingatlanból. A tűz kialakulásának okát vizsgálják.